Nagyon szeretlek és nagyon köszönöm. Nagyon időznek. Fordulj meg. Most ha megtudja az igazat. Mit mondasz? Én töltöttem most ki ebben a percben. És ezt te sem magoltad egyébként? Én. Komoly, nem? Ez, ehhez mit szólsz? Hát ez nem tudok mit mondani. Aki követ az Instagramon, az valószínűleg már tudja, hogy mire készülünk. Ez egy elég special videó lesz, nem, hogy minden videót így kezdek. Lehet, hogy egy kicsit megidegesítő is, Patrik, szerinted. Ja, jó, nem, mert minden jó, videó így. Kurva special. Persze. Ugye úgy indult a sor, hogy volt a Patriknak a születésnapja. Amit nyilván nem hagytunk szó nélkül, ez megindított egy lavinát, utána nyilván ő visszakapta. Jött Nutella boy. Ott ugyebár visszakaptam én a dolgot, és igen, így mi kvittek is vagyunk. Így van. Viszont van egy harmadik személy, aki mind a kettőn ott volt. De csak nevetett. És nem hagyhatjuk szó nélkül, srácok, nem hagyhatjuk azt, hogy a Barbie kimaradjon a szórásból. De, mivel a Barbie azért kislány, ezért neki sokkal nagyobb szívás, hogyha rábulítunk egy 5 kiló nutellát, és megdobáljuk színes cukorra. Ugye, Patrik? Ugye? Vagy neki dobunk 3 tortát. Volt. Vagy ilyesmi. Úgyhogy azt találtam ki, hogy a Barbie-t egy kicsit inkább mentálisan, lelkileg fogjuk összemorzsolni apró mislik darabokra. Majd, hogyha ez megtörtént, kiemeljük, és akkor fogja megkapni az igazi ajándékát. Nagyon nagy köszönetet szeretnék mondani a családomnak, ugyanis az elmúlt 4 hétben bevontam az egész családot ebbe a hadműveletbe, mindenkinek elmondtam, hogy mire készülök, és tudni kell a Barbie-ról, hogy szörnyen hiszékeny és naív. Szóval ő azt gondolta, hogy egy kis tigrist fog tőlem kapni. It's my birthday, it's my birthday. Egy kis tigrist. Nem normális. Nem normális. A Barbie minden évben nagyon várja a születésnapját szörnyen, de levakarhatatlan ilyenkor. Naponta 2-szer felhív, hogy mit fog tőlem kapni. Milyen naponta? Óránként. Óránként. Megkértem a családom belül mindenkit, hogyha esetleg őket is kérdezi, akkor mondja azt, hogy idén egy nagyon komoly ajándékot fog tőlem kapni. Hozzátenném, a Barbie meg én egymás közt mi mindig nagyobb ajándékokat adunk egymásnak. A Barbie egyébként olyan nekem, mint hogyha a vér szerinti testvérem lenne, hogyha most nézi ezt a részt, valószínűleg el is fog érzékenyülni. Ő az unokatestvérem, egyébként én a testvéremként tekintek rá, és szörnyen sok dologba segít nekem, és sok mindenbe támogat. Ezért is ilyen szoros köztük a kapcsolat, és ezért is éreztem úgy, hogy egy kicsit idén nagyobb ajándékkal fogom őt meglepni, mint amivel megszoktam, szeretetem jeléül. De nyilván nem rám volna, hogyha csak odaadnám neki a nagy ajándékot, és nem kapna semmi megtorlást, és mivel kilőttük azt, hogy leöntjük csokival és a többi, azt találtam ki, hogy a Barbie-nak hatalmas álma egy hófehér Mercedes, az újak közül valamelyik széria. Szereztem egy ilyen autót, írtam egy totálisan kamu adásvételit, amin csak az ő adatai a fixek. A Patrik most el fog vele menni egy parkolóba, ahol be fogja kötni a szemét, be fog ülni a saját autójába, én érkezni fogok, beülök a Barbie kocsijába, megyünk egy kört a parkolóba, úgy teszünk, hogy elvinnénk valahova, és a parkoló másik felébe fogja várni egy hófehér Mercedes, azzal az 50 centi átmérőjű piros masnival. Miután letörtük majd a szarvát, de ezt húzni fogjuk természetesen, azért nem fogjuk hamar lelőni, nem? Én arra gondolom, hogy 20 percet kéne körözni. Igen, húzni fogjuk. Utána ketté fogom tépni az adásvételt, és megmondom neki, hogy az autó csak egy csomagolás volt, és az igazi ajándéka pedig bent van a kesztyűtartóban. Amit majd akkor fogtok megtudni, hogy elérkeztünk a videó végéhez. Na de, még mielőtt elmegyünk az autójára, annyit leszeretnék szögezni, tudom, mindenki erre vár. Srácok, elérkeztünk a véghajrába, nagyon-nagyon kevés póló maradt, úgyhogy, hogyha nem szeretnétek lemaradni, mindenképpen www.podcast.com, csak a winners-es pólót tudjátok megrendelni, csak narancsárga, fekete és narancsárga színbe, húzzatok bele, és pörgessük ki az autót, terveim szerint október eleje vagy szeptember végére össze fogom hozni a sorsolás időpontját, minden infót meg fogtok tudni az Instagramon vagy a YouTube-on, úgyhogy ha még nem követsz, mindenképp ide leteszem az Instagram, kövess be, hogy semmiképp ne maradjál le erről az eseményről. Várod, tesó? Mit? Hát, hogy valaki elvigye a kocsit. Ja, az persze. Fú, szörnyem, ember, olyan izgatott vagyok, az Patrik, tedd rá, és gyalázzok szét.
Tesó, jól áll a kezedbe. Úristen, mekkora egyébként ez. Sírni fog, ugye? Na, itt van nálam egyébként a másik kamerám is. Szóval lesz egy kamera nálam, lesz egy a Patriknál. Fú. Várj, köszönöm. Össze fog törni. Fixen mondom, hogy el fogja hinni, hogy az övé. Fixen. Úristen. Te ezt meglátja a Barbie, és el fog állni, ugye? Össze fogja magát fosni. Tesó, még rendesen én is úgy érzem magam, hogy így jó ég. De amúgy áll, nem? Nagyon, na. Fú, tesó, nem? Soha nem is vezettem szerintem még Mercit ilyen újat. Úristen, geci, mekkora lesz, te hülye. Rendesen, amúgy én is zavarba érzem magam ebben a kocsiba egyelőre, még úgy nem érzem úgy azt, hogy komoly, tetszik, nem volt jó. Még Mercim, soha. Fú, geci, a Barbie le fogja magát szopni, úristen. Rendesen még engem is magával ragad, és tudom, hogy csak kamu az egész, akkor őt. Srácok, fix el fogja hinni, mert az egész család beetette kőkeményen. Nagyon nagy megetetést kapott, 4 hete kapja. Te só, szavasz Barbie. Úristen, mit fog művelni? Jézusom! Csá, Bari! Sok sikert! Good luck! Showtime van. Halló? Na? Készen állsz? Most nem tudom, de amúgy igen. Jó, akkor figyelj, gyere le! De úgy, hogy hozzá magaddal egy fekete pólót, amivel a szemet bekötjük. Jó, oké. Okay. És itt vagyok ma a ház előtt, gyere! Cső. Cső. Szia, Patyika. Na? Üdvök. Amúgy is azt mondtátok, 4-re jöttök és 5 óra van. Hát igen, mert dolgunk volt, na? De nem, mert 4-re ígértetek, 1 órája itt ülök készen létre. Hát mert motorozgattunk, dolgunk volt. Ja. Szia. Sziasztok! Nincs gáj! Na szóval. Izgulsz? Nagyon. Kicsit megcsúszott a bátyáék, megcsúsztak, de... Rendesen rosszul vagyok, nem fogok hazudni, izgulok. Jó, és a legjobb, hogy még el foglak vinni, és te fogsz engem elvinni boltba, mert éhes vagyok. Nem, vagy éhes vagyok, meg kell inni való. Jó, most akkor hova menjek? Azt mondta a Ricsi, hogy hallgatnom kell rád, azt kell csinálnom, amit te mondasz, hanem mondjuk kurván nem örülök. És akkor merre menjek? Ne a hajamat. Mire számítasz? Semmire, nem tudom már kikészültem. Valami kis tipp, ötlet? Nincs, esküszöm megmondanám, de nincs már. Lá, remeg a hangod, baba. Mert izgulok, jobbra vagy balra? Rád bízom. Hát azt nem bízom. Felhívom a Ricsit. Legyen jobbra. Jobbra arra mentem. Sá-le-le-le-le. Azért azt remélem, hogy nem maradnak ilyen maradandó sérülései emiatt. Nem tudom, annyira durván bele tudja magát élni a dolgokba, hogy nem tudom. Most szerintem már odaért érte a Patrik, de szerintem totál ki van. Szerintem most már stresszel minden, majd hogyha a Patrik meg beköti a szemét, nem tudom, hogy mi lesz vele. Meg kell állnunk majd ott az állateledelboltba egy kis szárított jerkért a kis tigrisnek. Csak mert srácok azt hitte, ez az állat kis tigrist fog kapni. It's my birthday. De hát nem. És hol az uncsi? Helyén. De hol van a helye? Napi szinten hívogatott többször, hogy mi lesz az ajándéka, áruljuk el. Vagy hol, merre van most a... Srácok, most megyünk. Uncsi. A helyszínre. Csak még megállítottam a szülinap, most már éhes voltam. Nagyon tudok neki örülni. Üzgulsz? Amúgy nagyon, esküszöm, rendesen idegileg vagyok ki. Hát elhiszem, lehetsz is. Kett van neki csinálni az uncsi prank háború második részét, és akkor most nem kapta volna ezt meg, vagy még durvábbat kapott volna, de így, hogy ő nem válaszolt vissza semmit, már több hónappal azután, hogy betekertük az autóját fóliával, ez muszáj, most mit gondolt, hogy abba fogom hagyni ezt a sorozatot, amit most próbálok elindítani? Gyerekek, ne legyünk már naívok. Jó, Ricsi, ez vág ki. Hol gondolt, ki fogja? De ilyeneket nem lehet mondani, Patrik! Hát boldog! Boldog! Patrik mondta, hogy már úton vannak. Elvileg retteg a nő, úgyhogy totálisan ki van. Annyira izgatott vagyok én is, hogy mit fog szólni. Most írja a Patrik, hogy mindjárt ott vannak már, úgyhogy lassan én is elindulok a helyszínre, csak most meg beköti a szemét. Tiszta stressz vagyok, komolyan. Még messze vagyunk? Ahova kell mennem? Hát figyelj, mondtam még onnan 50 perc. És hol az uncsim? Menj egyenesen. Biztos a Ricsi is marha jól érzi magát valahol. Miért érezné jól magát? Mert biztos ott kuncog, annyira előttem van a feje, hogy így örül magának, hogy tudja, hogy tiszta ideg vagyok. Aha. Lehet amúgy, hogy genyóság, de tényleg muszáj egyszerűen az ő szarvát is mindig letörnünk minden egyes videóba, mert igényli. Szerinted ártanánk mi neked? Őszintén igen. Határozottan igen.
Nem tudom, mi lesz. Felkészültél? Nem sokára ott vagy. Nem akarom, jó, nem mondjad létt. Jó, kész. Te gyenesen? Igen, igen, igen. Ne aggódjál, nem sokára ott vagy. Azt mondod már 5 perce. Tudom, ez a dolgom. Az, hogy idegesíts? Igen. Jó, jól megy. Profi. Ennél jobb embert nem választhatott volna, Ricsi. Mint? Téged arra, hogy idegesítsen valaki. Köszönöm. Patyi, és itt most egyenesen tovább? Én tovább egyenesen. Hú, basszus, még mennyi kb. Még mennyi, majd mondom! És azt érzem, hogy több mint egy hónapja szivattok, és most érzem azt, hogy elértem a maximális csúcspontomra, szóval most már kezdek ideges lenni. Mennyi még tovább, hát mennyi? Nem, így nem beszélhetsz ma a születésnapomban. Bocsánatot kérek, szülnapos herceg. Álljál meg valahol. Úgy jó? Ja, nekem jó. És most mi a szal lesz? Gyere, szállj ki, mert bekötjük azt a hitvány képedet. Ó, ezt nem akarom, de nehogy olyan szorosan kösd meg, hogy... De várj, Patyika, ne ilyen szorosan, mert elájulok. Jó. Meg a szempillám. Az senkit nem érdekel. A szempillám. Jó. Látsz valamit? Áú, de hajom. Látsz valamit? Dehogy látom. Hadd nézzem. Nem szeretem ezt. Nem. Jó, elhiszem. Mit csinálsz? Mit csinálsz? És megnéztem, látsz-e? Jó lesz, srácok, minden jó lesz. Na, gyere. Hova? Ülj be az anyósra. Megérkezett. Nem tudom amúgy, hogy mivel mesterkedtek, de nincsenek jó előérzéseim. Megmondom őszintén. Kicsit félek. Nem most. Kell félni. Mikor csináltunk bajt neked? Hát nem tudom, tudnám sorolni. Te csak itt nyugodjál, relaxáljál, aztán csak add át magad a helyzetet. Aha, hát ettől félek. Ne, Patyi. Vicceltem. Bajnátok sose lehet tudni. Aha. Mert az, hogyha ti ketten valamit kitaláltok, az... Good morning, everyone! Itt a barim! Üdvözlöm! Anyádat hova öltöztél így be? 60 fok van! Hát bozzék, mondtam neki, 50, figyelj. Megyünk a kékeztetőre! Jó, figyelj, én azért úgy voltam vele, hogy nem tudom hova visztek, és jó, ha van nálam egy kis kabi. Kurva idegesítő, hogy nem látom az arcot. Na, akkor, menjél, üljünk be hátra, aztán nyomjuk. Azt mehet. Váltani akarod, hogy elhagy, akár meg akkor nyomd be a gombot. Jó van, kösz! Nem volt meg BMW-m. Mehetünk. Gyerekek, I am so very excited for the Christmas! Egy óra, és ott vagyunk. Úristen, Barbie, bazd meg. Egy óra nem szopadhatunk, azért ennyire nem szopadhatunk meg. Azért legyünk őszinték egymással, azért egy órát így ülni, kurva. Jaj. Jaj. Pont. Jó, nagyon rossz így, nem tényleg, srác. Hú, hány inger nem lesz. Havós, srácok, Uncsika, ezt nem most így szivattok? Atya úristen. Jaj, én még nyitom, ez tényleg nem. Hát ezt aztán pláne nem. Na jó, mindegy, 35 perc alatt ott vagyunk, mert megnéztem a GPS-en. 35? Aha. Hát az se jobb mondani. Uncsi! Ez tényleg nem. Ez nem jogi. Figyelj, őszinte leszek veletek, hogy nem, tehát én nem bírom amúgy az ilyen kacskaringós utakat, de így bekötött szemmel, meg aztán pláne, tehát mert most értem, hány ingerem van. Értem, akkor meg is állunk, hogyha hány ingered van. Hogy? Várj, itt most meg kell állnunk valamiért. De várj, te maradj. Te maradjál. Kösd ki magad. A jövet? Igen. 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 Gyere, add a kezed, segítek kiszállni. Gyere, nem lát semmit, ugye? Gyere, bízhatsz bennem. Gyere, fogd meg a vállam, és így tudlak vezetni. De nehogy neki vezessen, ne ilyen gyorsan. Gyere, itt tudsz jönni aszfalt majd, gyere. Biztos? Igen, gyere. De most hova voltatok a szerelem? Senki lát engem? Nem, senki nem lát. Gyere. Figyelj. Bízol bennem? Nem, abszolút okay. Nem. Fordulj meg. Fordulj meg. Igen. Oké, okay, még fordulj, még. Igen. Így jó. Mondanom kell neked valamit. Nagyon szeretlek téged, de szerintem te is tudod. És úgy tekintek rád, mintha a testvérem lennél. Teljes mértékben. Mesélni fogok. Nem is történnék semmi. Figyelj, megfogadtam, hogy az idei szülinapodat emlékezetessé fogom tenni. A te számodra is, az én számomra, a családunk számára, illetve az összes nézőnk számára. Szeretnék neked valamit felolvasni, és utána, hogyha szólok, akkor leveheted majd a szemedről
a takarást, jó? Jó. Minden maga stílus és luxus. Mégis mivel lesz teljes mindez? Önnel. Köszönjük, hogy minket választott. Légy szíved le. És fordulj meg. Szabadtam! Nem a komód! Anya, hogy ezt még ki kéne tölteni, mert nem írhattam alá helyetted. Nem! Nézzük, hogy remeg a kezem! Figyelj, újabbat nem tudtam, mert ez a legújabb. Nem! Úr, ez most a szivattok! Hát itt a papír, csak alá kell írni. Atya úristen, ez komolyan az enyém! Megnézheted? Vagy ezt szedjük le rólam ezt a pacsi szedem ennem, meg a kezem nem tudom leszedni. Nem, nem, nem. Megfogad egy percre. Azt a kurva! Jézusom! De a kocsotam ide! Azt nem összevers. Ez nem igaz. Nem, nem, ezt erre nem tudok erre mit mondani. Ülj már be, nézd már meg! Faszom! Na, tetszik? Úristen, uncsi, én erre nem is tudok mit mondani. Nem tudok erre mit mondani. Ezt én fel se fogom. Kajak azt érzem, hogy elájulok. Igazatok volt, hogy el fogok ájulni. Uncsi. De, gyere, töltsük ki a papírokat, mert még ki, alá kell írnod, mert azt nem tudtam én. Na, uncsika! Faszom! De uncsi! Komolyan! Ó, Istenem! Ó, jó, kiszállunk! Ez most komoly! Vannak személy meg ilyen szarok? Mert senki nem tudta a családból a személyi azonos. Apa se? Nem. Kell írni. Azokat nyilván helyetted nem írhatok alá. Faszom. Két napja azon parázok, nehogy meglássál vele valahol. Miért te ezzel mászkáltál? Hát bazd meg, a Golf ott van, a gumis, de ezek benn volt a garázsomba. Tényleg? Ja. Oda még a lakcímet írd be. Örülsz neki, uncsika? Nem, esküszöm neked, nem tudok mit mondani. Én szóhoz se jutok, mert nem, uncsi, nagyon szeretlek és nagyon köszönöm, de ehhez nekem idő kell, hogy ezt feldolgozzam, ezt viccen kívül mondom. Szerintem még 26-szor fogom elsírni magam. Na minden oldalon. Mert az aláírás ez nem indigós. Tényleg nem hiszem, ahogy ilyen van. Na, gratulálok, most már a tiéd tényleg. Uncsika. Kipróbáljuk? Igen. Hihet, jól áll. Tettál, nem? Jól áll neked. Ember, ez mindenkinek jól áll. Nem bírom felszólni. Nem. Na zárd be, azt menjünk már! Jó, oké. De most, ha megtudja az igazat, ennyi kapufa, pszichiátria, hello, szia. Előtte még azért megyünk vele. Persze. Annyi, hogy az átírás díjat azt azért nem fizetem én ki, úgyhogy ezt neked kell állni. Leszarom. Kurva, leszarom. Lejön a kicsitő. Nem van, ez meg, ezt tudom, kisebb estem magam. Ugye, ez is piros a biztonság. Minden AMG-be piros. Várjál, D, ugye? Jó. Nagyon szeretlek. Jó, persze. De ilyenkor most, mindenki nem, ezt mondja. Nem, most ez így nagyon hülyé hangzik, de... Balra menjél, mert még meg kell szokni azért. Nem fog lejönni a masni? Szerintem nem, hárommal tettem fel.
Ez durva? Aha. Mi ez durva? Mi ez durva? Ott van, nézd meg a masni leesett. Patrik, ugorj ki a masniért. Gyorsan levetted. Atya úristen. Hát én ezt el sem akarom hinni. Aj, de szép. Atya úristen. Az meg hallod, azért nem csináltuk meg. El kell küldeni a biztosítást a nőnek, mert várja. Menjét be. Jó. Azt el kell küldenünk, azt a gecit. Most, hogy aláírtad, addig nem tudtam rá megkötni, mert nincs most rajta kötelező, tudod? Ja, igen. És azt amíg nem, de én nem írhattam alá előtted. Valahol álljunk meg, aztán ezt gyors küldjük el, nehogy valaki belénk jöjjön, aztán nincs rajta biztosítás, azt beszoptuk. Hogy lenne? Arra megy már, erre nincs parkoló. Ide húzódj le a picsába valahova, hogy azt csináljuk meg. Nyomd meg az oldalt, az a park. Ja, oké. Baszott jót mutat ez az autó kamerán, meg amúgy így mindenhogy. Mindenki is van töltve, mert a gyerek meg se nézte szinte. Kamu volt az egész! Viszont... És full! Totál benyelte az egészet. Barbi, honnan szednék erre pénzt? Viszont tényleg kellett valamiért a kocsi, mert ez a csomagolás. Az igazi ajándékodnak, ami a kesztyűtartóban van. Ezt már tényleg nem fogom elvenni tőled. És ezt én csomagoltam. Látszik. Komolyan! Ne! Ember! Ez az iPhone 10. Ez beteg. Ez fix beteg. Bontsuk ki. Ne. Ez beteg. Hamar túladott az autóm. Figyeld, és már tépi. Kínálj belőle. Jó. Felkészültetek? Nem, ezt most nem kezdhetitek el. Jó, bocs. Te vagy a főnök. Köszönjük! Úristen! De átteszitek nekem rá a dolgaimat? Át. De még most. Ma. Gondoltuk. Ma. Geci, de jó van egy új teló? Én most akartam új telót. Jaj, soha. Hello? Úristen, gyerekek. Ez. Amúgy most őszintén, gyere! Én elhitted amúgy? Elhittem, de nem akartam felfogni. De amúgy akkor jól betálalta az egész család. Ugye, vagy persze, hogy jól betálták, hát nem, fel se tudta, de ne, én nem gondoltam semmit, és akkor megláttam, ezt el sem hittem, aztán utána, amikor aláírtam, akkor elhittem, aztán utána, amikor széltében, akkor nem. Mondtam, hogy de akkor elhitted végig. Hogy... El. Jól beadtuk amúgy. Az adásvételi az nagyon kellett, és ki volt úgy töltve, hogy volt rá név, személyigazolványszám kitalálva, kilométer. Meg se néztem. Nem, legközelebb valami lemondó nyilatkozatot iratok vele alá, úgyse nézi meg. Nem néztem okására. Meg. De akkor jó lesz a teló. Persze, maradhat. Hogy igen, ezt már nem adom vissza. Na, srácok, lányok, ezennel elérkeztünk a legújabb videón végéhez.
Rajta vagyunk, mindenképp kövessetek be az Instagramon, mert a sorsolásról való dolgokat ott fogom elsősorban megosztani veletek. Hamarosan itt a vége, szerintem egy héten belül le fog zárulni az egész, mert el fog fogyni az összes póló, hogyha úgy haladunk, mint eddig. Úgyhogy srácok, hogyha még valakinek nincsen pólója, mindenképp tegye meg, mert már nincs sok időtök, hogy lenne maradjatok róla, hogy megnyerjétek az autómat átírással együtt. A sorsolásnak az időpontjáról tájékoztatni fogok mindenkit. Megvárom, még az autó elmegy. Boldog szülinapot, Uncsika! És mi a videó vége? Találkozunk a következő videóban, Bízá! Két akkora buzik vagytok, amit tényleg. Itt van a spán, itt van a spán. Teszi a videót ki. És mindenki nézi.